Minden kormányzati kommunikációban kitűnik, hogy a 70 év felettiek a legveszélyeztetettebbek a koronavírus járványban. Vátaszéken csatlakozva a meghirdetett akcióhoz úgy döntöttek, hogy a 70 éve felettiek ellátásáról gondoskodik a város vezetése. Abban az esetben tudjuk és tudjuk biztosítani az ellátásukat, amennyiben ők vállalják, hogy 14 napig nem hagyják el az otthonukat. Ha erre úgymond nyilatkozatot tesznek, akkor a város a gondozási központ segítségével megszervezi a mindennapi ellátásokat, ami a bevásárlásról, ebédjüknek a kiszállításáról, a gyógyszerüknek a beszerzéséről szól. A munka elvégzése meghaladja a gondozási központ és a város erejét, így önkénteseket várnak, akik segítséget nyújtanak a bevásárlásban és a kiszállításban. Terveink szerint első alkalommal jövő héten történne kiszállítás, illetve bevásárlási feladatnak az elvégzése. Ennek érdekében jövő hét keddig megadott elérhetőségeken legyenek kedvesek jelentkezni, hogy részt kívánnak venni, és hogy milyen feladatban szeretnék a segítségünket kérni. És ezek a bevásárlásoknak az eredménye, tehát az eljuttatás az a következő napon történik. Ezzel párhuzamosan további segítséget is nyújt a településvezetés minden állampolgárának. Olyan döntés született még szintén a veszélyhelyzettel kapcsolatban, hogy május 31-ig a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban egy határidő meghosszabbításra kerül sor, ami azt jelenti, hogy pótlékmentesen lesz lehetőség ennek az adónemnek a befizetésére, tehát késedelmi pótlékot semmiképpen erre az időszakra nem fogunk felszámolni senkinek, hogyha május 31-ig megtörténik a befizetés. A vátaszéki hivatal hétfőtől zárva tart, a szükséges ügyeket a dolgozók otthonról intézik.